Vasárnap reggel sok gyerek nagy izgalommal ébredt, hiszen ismét elérkezett a kicsik egyik kedvenc napja, a húsvét vasárnap. Ilyenkor ugyanis a hajnali órákban a húsvéti nyuszi ellátogat minden házhoz, hogy elrejtse a szeretettel készített ajándékait. Ma kimentünk a kertbe és kerestünk ajándékot. Hozott egy táncoló plüsscsirkét, sok csokit, meg csoki tojást, meg egy táblacsokit. Húsvét vasárnap alkalmából a Sóstó látogatóközpont is készült egy kis tojásvadászattal a természetvédelmi területen, amit egy kis kosár készítése előzött meg, hogy legyen mibe gyűjteni a nyuszi ajándékát. Ez egy papírkosár lesz, amit könnyű szerttel, akár a szülő segítségével is össze tudnak majd állítani. Tudnak beletenni egy kis keppapírból kreált kis műfű imitálást, és fel tudják díszíteni különböző motívumokkal, tojásokkal, amiket szeretnének. Majd, hogyha ez megvan, akkor ugye elindulunk a területre, és összegyűjteni a bajba jutott állatok tojásait. Az esemény regisztrációhoz volt kötött, és igen hamar meg is telt. Sok család választotta a délelőtti kézműves foglalkozást húsvéti programként a gyerekeknek. Ebbe a kis kosárba fogjuk majd a kosár vagy a túra során keresni a kis tojásokat, az pedig majd itt kint a Sóstó természetvédelmi területen fog történni. A benti foglalkozás után a kicsik és nagyok elindultak, hogy a kalandos sétán felfedezzék, mikkel is várta őket a húsvéti nyuszi a Sóstó látogató központban.